A Tolnai Hortág a helyiek kedvenc horgászvize. Az utóbbi időben, miután a területek jelentős része magánkézben van, szűkül a vízhez jutás lehetősége a pecások számára, amit jelentős sérelemként élnek meg. Ám hiába a felháborodás, a lehetőségek csökkenésével kell számolniuk. Tudomásul kell vennünk, nagyon-nagyon sajnálom, de ezt kell mondjam, hogy egyre nehezebb lesz megközelíteni a portot. Ott, ahol eddig sikerült, legálisan, vagy megtűrt módon, ott most már egyre nehezebb lesz. A város tulajdonában egy 600 méteres partszakasz van, a Bogyiszlói híd és a Stentelep között, itt szabad a horgászat. A part mentén a törvény előírása szerint szabadon kell hagyni egy szakaszt a közcélú feladatok ellátására, ám a horgászat nem tartozik ezek közé, mondja Berta Zoltán alpolgármester. Esetünkben a 83/2014-es kormányrendelet az irányadó. Valóban van, létezik egy partisáv, egy 3 méteres partisávot kell a víz kezelőjének szakfeladatok ellátására biztosítania az ingatlan tulajdonosának, de ez nem közcélú használat, ez nevében is benne van a víz kezelője, ez jelen esetben Tolnaváros önkormányzata, és szakfeladatok, ezt is taxatíve leírja a jogszabály, ellenőrzések, mérések, vízvédelmi beavatkozások kapcsán. Tehát sajnos azt kell mondanom, hogy horgászati használatra, vagy például egy sétány létesítésére nem vehetők igénybe ezek a partisávok. Így hát minden neheztelés ellenére marad a horgászoknak a 600 méteres partszakasz és a csónakból való horgászás lehetősége.